Kínó sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Pór Károly, újságíró, a Nemzeti Sport Online munkatársa. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Tegnap megtörtént a 2016-os futball Európa-bajnokság selejtező csoport sorsolása. Ugye kiderült, hogy kikkel játszunk. Te, mint szakíró, mit mondasz erre a görög, román, finn, északír és Ferőr csoportra? Ugye ebbe került a magyar válogatott. Hát ez egy több veszélyt magában rejtő csoport. Egyrészt nem szabad levecsülni az ellenfeleinket, hiszen többen, tehát a románokat és a görögöket leszámítva a többi csapat mögöttünk található a világranglistán, de ennek ellenére magyar labdarúgás nincs abban a helyzetben, hogy bárkit is lebecsülhetünk. Másrészt, ha ebből a csoportból nem tudunk tovább jutni legalább a harmadik helyen, most még nem az EB-re jutásról beszélek, hanem egyáltalán a tovább jutás, akkor az eddigieknél is egy nagyobb bukás lenne, mert most elnézve a különböző fórumokat, a közvélemény elvárása egyértelműen az, hogy legalább a harmadik hely meglegyen, mert az előző két sorozatban is ez megvolt, tehát ez az alap. És ha ez nem sikerül, akkor abba nem csak a szövetségi kapitány bukhat bele, véleményem szerint, akkor át kell értékelni azt az elmúlt három évet, azt a folyamatot, ami elkezdődött, illetve akkor megint felerősödhetnek azok a hangok, hogy minek a labdarúgásban annyi pénzt áldozni, hogyha még egy ilyen csoportba sem tudunk az első háromba bekerülni. A kapitányunk, Pintér úr, nagyon diplomatikusan fogalmazott. Azt mondta, hogy még meg kell nézni a ellenfeleket, fel kell dolgozni őket, tehát még nem foglalt állást az ügyben, hogy igenis hová várható a magyar csapat ebben a csoportban. Ez egy nagyon jó hozzáállás szerintem a részéről, bár azért megnéztem volna őt a sorsolás alatt, őt ismerve, meg az ő vehemenciáját, vehemens magatartását, biztos, hogy izgult, és biztos, hogy azért tehát a nonverbális kommunikációja többet elárult volna a gondolatairól. Igen, tehát nekünk volt ilyen tervünk, hogy az NSO TV-n vele nézzük a sorsolást, de ebbe végül is a kapitány nem, vagy hát nem jött össze ez a történet. Mindenesetre érdekes lett volna a sorsolás közben őt megnézni. Mondom, nagyon veszélyes ez a csoport, és szerintem azért is nem mert ő állást foglalni, mert ha csak megnézzük a világranglistán 40 helyen mögöttünk lévő északíreket, náluk van három Premier League játékos, az Evans, aki a Manchester United-ben játszik, és két West Brom játékos, a McCauley és a Brent, mindegyiküket elfogadnánk, azt hiszem, a magyar válogatottba. Nekünk meg van egy Premier League játékosunk, az a Gera Zoltán, aki az EB idején 37 éves lesz. Igen, de erre mondta Pintér Attila többek között, hogy még nagyon messze van szeptember. Addig is sokat változhat a kép. Mondjuk tőlünk kerülhetnek komolyabb csapathoz szeptemberig magyar labdarúgók is, lehetnek standard játékosok? Tehát nálunk változhat pozitív irányban? Nagy kérdés ez, mert az elmúlt két évben a mostani téli átigazolási időszakig nem vásároltak ki magyar futballistát az NB1-ből. Csak kölcsönszerződések voltak, és most Varga Szabolcs az MTK-ból a Hérenvénbe igazoló játékos törte meg ezt a sorozatot. Na most, ha ebből indulunk ki, nagyon nehéz jelenleg a nemzetközi piacon magyar játékost nyugat felé értékesíteni, vagy egyáltalán bármilyen irányba. Vannak olyan játékosok, akinek a fejlődésében nagyon fontos lenne, hogy akár fél éven belül váltson, Kovács István, Radó András, akár a Nikolic, aki ugye ugyancsak számításba vető válogatottnál. De az is kérdés, hogy Pintér Attila milyen százalékban számít majd a légiósokra, mert a heti összetartásokon ugye a magyar NB1-es játékosokkal dolgozik, és ezért kérdés, hogy majd, ha jönnek a tilt meccsek, akkor a légiósokat milyen százalékba vonja be. Jövő héten szerdán ugye finnekkel játszunk egy barátságos mérkőzést, és már egy-két szakíró már, mintha tudták volna, hogy őket kapjuk a
csoportban is, azt írták, hogy azt ne tekintsük alapnak, amit ott láttunk, se az eredményt, se a játékot, se a csapat összeállítást, hiszen majd szeptemberben, ugye pont szeptemberben ugye velük kezdünk, ugye? Nem kezdünk, az éjszakirekkel kezdünk. Tehát, hogy mire kezdődik, addigra úgyis egy más finn csapat fog majd idejönni Magyarországra. De ez valóban így van, tehát a mostani barátságos mérkőzés, ami majd lesz ugye 5-én, március 5-én, abból sok mindent nem lehet majd leszűrni? Hát addig még sok minden változhat, de az biztos, hogy egy képet kapunk arról, hogy hol tartanak a finnek ahhoz képest, ami a legutóbbi elbéselejtező sorozatban tapasztaltunk, amikor egy csoportban voltunk velük. A finnek is például jó példa arra, hogy mennyire veszélyes ez a csoport, mert az előző 4 tét meccset, amit a finnek ellen játszottunk, abból 2 megnyertünk, és 2 pedig döntetlennel zárult, de mindegyik meccsünk kiélezett volt, egy-egy gólokkal nyertünk, ugye legutóbb Zsuzsák Balázs hajrában szerzett góljával nyertünk Finnországban, és a finneknél is a csapatgerincét a légiósok alkotják, akik erősebb bajnokságokban edződnek, ezért, és számukra mi vagyunk a mumus. Tehát ezért ellenük sem mehetünk biztosra, de az biztos, hogy a finnek lesznek a mérleg nyelve, úgy gondolom, hogyha ha őket oda-vissza mondjuk, vagy ha nem is megverjük, de ha már 4 pontot tudunk ellenük szerezni, akkor jó esély van arra, hogy legalább a 3. hely meglegyen. Irigylés mértő helyzetben van Pintér Attila, vagy éppen nehéz helyzetben? Szerintem azért nehéz a helyzete, mert nagyon nagyot lehet bukni ezzel a csoporttal, nyerni is lehet, de nagyon nagyot lehet bukni, hogyha nem sikerül. A reális cél szerintem az lehet, hogy hát meg kell próbálni a 2. helyet, tehát úgy nem lehet neki menni, hogy a románokat nem próbáljuk megelőzni. De a reális cél szerintem az, hogy a legjobb csoport 3. helyet megcélozni, és legjobb csoport 3.-ként kijutni az EB-re. Viszont ami még veszélye ennek a csoportnak, hogy ha sikerül a 3. helyen végeznünk, akkor sem szabad azt hinnünk, hogy fejlődött a magyar labdarúgás. Mert megvan az a veszély, hogy azt hiszük, hogy akkor jók vagyunk, és aztán jön egy pótcselejtező, ahol mondjuk kikapunk a norvégoktól, vagy egy törököktől, vagy elmegyünk az EB-re, és megint 8-at kapunk a hollandoktól. Tehát nem szabad azt hinnünk, ha kijutunk az EB-re se, hogy egyértelműen ez már a fejlődés jele, de az biztos, hogy az EB egy lökést adhatna a magyar labdarúgásnak. Azt hiszem már szurkolók már akkor azt gondolnak, hogy megindult a fejlődés, hogyha románokat oda-vissza megvernénk. Már ez önmagában, már ez a szurkolóknak ez egy jó jel lenne. Igen, és ez azért érdekes, mert ugye Pintér Attila lépten nyomon elmondja, hogy kéri a szurkolók támogatását. Na most ez nem így megy sajnos, hogy a szövetségkapitány azt mondja, hogy kérem a támogatást, és akkor odaállnak, hanem a szurkolók teljesítményt néznek, eredményeket, játékot néznek, és ez alapján tudnak tiszta szívvel odaállni egy csapat mellé, és most nagyon mélyen van ez a bizalmi index a válogatottnak. Állítólag most nagyon szépen fogynak egyek a március 5-i barátságos mérkőzésre. Igen, mert az MLS egy jó taktikát választott azzal, hogy nagyon alacsonyak a jeljárak. Szerintem ezt kellene folytatni még az EB selejtező sorozat elején is mindenképpen, mert egyébként egy északírek ellen nem biztos, hogy megtelnének a stadion lelátói, akárhol is rendezik majd ezt a mérkőzést. Nagyon fontos lesz a kezdés. Az első 2-3 meccs nagyon sok mindent meghatározhat, mert az északírek ellen ők akár még a 3. helyért is harcban lehetnek, tehát itthon mindenképpen győzni kell, és utána megyünk Bukarestbe. Hogyha Bukarestbe megint kikapunk, akkor hiába könnyű a csoport, hiába vertük meg előtte az északíreket, nem fog a közönség odaállni a csapat mellé, legalábbis nem olyan messzélességgel, hogy ezt Pintér Attila várja. Viszont, hogyha Bukarestbe végre megtörnénk a 81 óta tartó átkot is, és meg tudnánk verni a románokat, akkor ez egy hatalmas lökést adhatna. Utána meg jön a Ferőr. Igen, tehát. És akkor utána még játszunk egyet a finnekkel idén, tehát az egy óriási lökés lenne ott rögtön az elején 6 ponttal kezdeni, de mondjuk a realitás az a 3, esetleg a 4, szerintem már a 4 ponttal elégedettek. De ez nem jó jel, hogy megint úgymond a románok egy kicsit úgymond vízválasztók lehetnek. Mert ugye most a Romániában kikapunk rögtön a 2. EB-selejtező mérkőzésen, akkor
ugye, ahogy mondtad, akkor végül is marad minden. Tehát... Hát akkor az egy szép feladat, onnan fel kell állni. A románokat itthon most mindenképpen meg kellene tudni verni, mert... De az meg a jövő zené, mert ugye most ebben az évben csak mi megyünk hozzájuk. Tehát először ugye igen, ezt hát kellene most valahogy abszolválni. Igen, ha rövid távon gondolkodunk, akkor mindenképpen az lenne a fontos, hogy idén, tehát ami naptári évben van, itt egy 3 győzelem jó lenne, és mondjuk Romániában nem kéne kikapni. És persze a nagy lökést az adná, ha nyernénk Bukarestben. Képesek hát tartod után... egyébként erre a magyar labdarúgó válogatottat? Nem akarok jósolgatni, mert mi újságírók sokszor megkapjuk, hogy mit tehetünk róla, mert tehát mi is tehetünk arról, hogy kialakul egy ilyen várakozó, egy ilyen, hát jó, nézd, persze. Szerintem azért alakulhat ki sokszor ilyen pozitív hangulat, mert a játékosok úgy nyilatkoznak. Tehát mi nem befolyásoljuk azt, hogy mit mondanak a játékosok. Most is meg lehet nézni, a válogatott játékosok nagy része azt mondja, hogy a harmadik hely az a minimum ebben a csoportban, és még a második helyre is van esély, sőt, akár még az első is megcsíphető. Uh-huh. Tehát ezt nem mi mondjuk, hanem a válogatott játékosok. Ti meg leírjátok, hát ennyi. Mert nekünk ez a dolgunk, de... emiatt alakulhat ki ilyen úgymond pozitív várakozás, de én azt gondolom, hogy azért mi próbáljuk ezt helyén kezelni. Mi számos olyan elemzést készítettünk itt a VB-selejtező sorozat alatt is, amelyben azt veséztük ki, hogy azért helyén kell kezelni az eredményeket, és közel sem vagyunk azért annyira jók, mint ahogy esetleg mondjuk a törökök legyőzéséből sokan következtették. Mindenesetre akkor 100%-ot kell még itt Észak-Írországon sütni a magyar csapatnak ahhoz, hogy akár meglegyen a kötelező győzelem itthon. Mindenki ellen 100%-ra kell törekedni. Még felősz Szigetek ellen is? Hát, hogyha azt akarjuk, hogy a szurkolók mellénk álljanak, és tényleg egy olyan csapatot lássanak, amit szívesen támogatnak, akkor igen. Tehát mindig azt kell látni a szurkolóknak, hogy ez a csapat a maximumot próbálja kihozni, és egy Feröernek ott az a maximum, hogy megpróbálunk 6 vagy 7 gólt lőni. Igen. Az az érdekes, vagy nem is érdekes, jó, a Feröer-szigeteket leszámítva az összes kapitány, tehát az Észak-Írország is úgy nyilatkozott, hogy elérhető a harmadik hely számukra. Ez mutatja, hogy mennyit változtatott az erőviszonyokon, illetve az egész helyzeten az, hogy megemelték az EB létszámát, és most már a harmadikok is tovább juthatnak, mert így olyan csapatok előtt is megnyílt az út, amelyek korábban nem nagyon reménykedhettek, például Magyarország igen. előtt. De innentől kezdve akkor már mekkora lesz a sportértéke annak, hogy kijutottunk az EB-re? Szerintem ettől nem kell tartani, mindig felvetődött a világbajnokságok kapcsán is, amikor emelkedett a létszám, hogy csökken a sportérték, csökken a színvonal. Ez vele járója, biztos, hogy lesz némi csökkenés, de a legjobb 16 meg a legjobb 8 mezőnye az már ugyanolyan erős lesz majd az EB-n. Jó, csak akkor attól, hogy kijutottunk még, akkor igen, ezt mondom, ne bocsunk pesgőt, hanem majd, hogyha ott az EB-n úgy szerepelünk, ugye? Igen, viszont a kijutás elindíthat pozitív folyamatokat, véleményem szerint. Talán többen adják majd a gyereküket futballistának, hogyha EB-n szerepel a magyar válogatott, és nem csak egyszer, mert ha megmarad ez a 24-es létszám, akkor azért lesz arra esély, hogy több alkalommal is kijussunk az EB-re, talán több szponzor is megjelenik a futballba, és hitelesen lehet érvelni amellett, hogy igenis szükség van a futball támogatására, mert el lehet eredményt azért érni. Uh-huh. Mert egy Európa-bajnoki részvételre azért felfigyelnek, azért az biztos, hogy az egész ország még inkább nyomon követné a kontinens tornát, ha mi is ott vagyunk. Rengeteg felmérést készítettetek. Van arra kimutatás, hogy most valóban tényleg csökkent a fiatal labdarúgók tábor, tehát egyre kevesebben mennek futballozni? Hát az látszik, hogy nagyon leszűkül ugye az akadémiákra koncentrálódik most minden, és az akadémiákon pedig tehát azt mondják szakemberek, hogy Tamás Zsoltnak a nyilatkozatát olvastam például múlt héten, hogy nincs annyi gyerek, ahány akadémia van. Uh-huh. Tehát nem tudnak annyi tehetséget kinevelni. Legalábbis minőségi. Minőségi olyan játékost, aki aztán az NBA-be vagy esetleg külföldön is megállja a helyét. Mert egyszerűen nincs
nincs annyi gyerek. De hát erre régóta hivatkozunk, ezért kell sok mindenen változtatni ahhoz, hogy itt a folyamatok. Igen, de ha nem jutunk ki most az EB-re, de azt lehet mondani, hogy viszont elkezdtek egy új reformot, ugye itt az utánpótlásban, annak meg több év, mire lesz hozama. Csak már 3 éve elindult egy folyamat, tehát az új elnökség vezetésével, addigra már, mire az EB selejtező sorozat befejeződik, addigra már 5 éve tart ez a folyamat, tehát az már egy elegendő idő arra, hogy értékeljük az eddigieket. Uh-huh. Nagyon fontos év előtt állunk, nem csak az EB selejtezők miatt, hanem mert lesz itt egy U19-es Európa-bajnokság. Ezen már le lehet mérni, hogy ami elkezdődött munka, annak látszik-e valamiféle eredménye, mert hogyha mondjuk egy érmes helyre itthon bejön a válogatott, akkor azt lehet mondani, hogy azért van utánpótlás, amire támaszkodhatunk, vagy legalábbis az esély meg a remény megvan, aztán, hogy mi lesz belőle. Jó, de hát meglátjuk. Voltak majd VB érmeseink, és te nem történt semmi. Igen, ez kellőképpen, tehát fel kell építeni egy olyan rendszert, amiben a fiatal tehetségeinket külföldre tudjuk adni. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy megfelelő bajnokságba elsősorban... De eladhatóak a magyarok? Magyar fiatalok? Érdeklődés van. Tehát például a Lovrencsics Gergő Magyarországon egy közepes futballistának számított, és el tudott menni egy lengyel bajnokságba, azért, mert Pápán játszott, nem a Videótonban vagy a Debrecenben, ahol jóval magasabb kivásárlási összeget kértek volna érte feltehetően. És Pápán, hát a hírek szerint egy összesen egy olyan 200 ezer euró nagyságrendileg ekkora összegért tudott ő kimenni Lengyelországba, és egy-másfél év alatt óriási fejlődésen ment keresztül. És szerintem, ha reális árakat kérnének a magyar klubok a tehetséges játékosokért, akkor igenis lenne kereslet, mint hogy Varga Szabolcs is kiment az MTK-ból Hollandiába, pedig itt az MTK-ban sem volt mindig alapember, és ki tudott szerződni, mert láttak benne fantáziát. Ilyenből kéne sokkal több, és akkor szerényebb klubvezetés, és akkor több magyar játékos mehet neki külföldre, akkor, ha nem kérnének irreálisan. Hát én a szerényebb helyet azt mondanám, hogy megfelelő koncepció. Indul a hétvégén az NB1-es bajnokság is. Mi várható? Lesz-e nagy durranás, hogy minden ott folytatódik, ahol abban maradt? Szerintem minden ott folytatódik, ahol abban maradt. Ha végignézünk a téli átigazolási szezon történésein, nem történtek nagy változások. Az élcsapatok sem erősödtek különösebben, tehát a Győr, a Videóton és a Debrecen kerete többé-kevésbé változatlan maradt. Fradi? Hát a Fradinál ugye egyrészt kérdés, hogy Tomasz Doll mennyire változtat majd a csapatjátékán. Másrészt viszont a keretben olyan igazán minőségi ugrás nem történt. Ott nyáron voltak nagy változások, amik kevésbé sültek el úgy, ahogy azt esetleg tervezték. Most akik jöttek, Ugrai Roland, Dibusz Dénes és egy horvát utánpótlás válogatott srác, Pavlovics, nem tudom, hogy tőlük igazából mennyire várható el, hogy a Ferencváros húzó emberei legyenek. Talán a horvát srác, ő biztosan alapember lesz, és a Dibusz Dénes is úgy tűnik, hogy vele kezd majd Tomás Doll. Uh-huh. De egy olyan támadójátékos, aki mondjuk markánsan karakterében változtatni tudna a csapatjátékán, nem érkezett Ugrait, én még nem tartom annak. Vele még sokat kell dolgozni, hogy felépítse őt a Fradi, ezért kérdéses, hogy előre tud-e játékban, vagy mennyit tud előre lépni a csapat. Újpesten már állítólag 10 tolmács is kevés lenne, most az utolsó pár napban ugye most újabb 5 külföldit igazolt az Újpest labdarúgó csapata. Mi lesz ott? Most olyan pillanatnyilag olyan káosznak tűnik ott a Megyeri úti öltöző. Hát káoszról nem beszélnék egy olyan klub esetében, amelynél rendre pontosan érkeznek a fizetések, biztos az anyagi háttér, tehát káosz biztos, hogy nem lesz. Az biztos, hogy szakmailag egy nagy kihívás Nebojsa Vignevicsnek ennyi különböző futballkultúrából érkező játékost összegyúrni. Nagy kiugrást nem várok az Újpesttől, szerintem ebben a szezonban még ott el lesznek a középmezőnyben.
Aztán, hogy ez a fajta üzletpolitika, hogy a Düsseldorfi futballbirodalom különböző helyeiről összeszedegetjük a játékosokat, és aztán megpróbáljuk őket felépíteni, majd továbbadni, hogy ez mennyire fog működni, és eredményességben hogyan fog ez megjelenni, az a jövő zenéje. Nagyon sok fiatal, 19 éves, meg 20 év körüli játékost hoztak. Tehát valószínűleg ők ezt igazából egy piacnak tekintik a Megyerjutat? Itt egy kicsit tollasodnak, és továbbadják a fiatal játékosokat? Úgy tűnik, hogy ez lehet a cél, de eddig ez nem nagyon jött be. Tehát most a Négó volt a francia védő, akit most tovább passzoltak a Charlton Athleticnek Angliába. Korábban a Jándóli, aki viszont már nem egy fiatal játékos, aki itt jól játszott és visszament a belgai vonalba, viszont ott megint nem kapott lehetőséget. Tehát eddig azért ez kevésbé működött, de úgy tűnik, hogy ez lehet a cél, hogy az Európában még tapasztalatlan játékosokat itt bedobják a mélyvízbe, és aztán innen próbálják tovább építeni. Mindegy, Honvéd-Újpest mérkőzésen majd kiderül, ugye, hogy mi lesz. Sejmes a Kaposvár bent tudja tartani? Az elmúlt évek... Megkapott mindent. Igen, amióta az elmúlt három szezonban előre hozták a tavaszi fordulókat őszre, igen. Ugye most már kettőt volt, amikor csak egyet, de amióta ez a rendszer kialakult, azóta az a csapat, amelyik a naptári őszt utolsó helyen zárta, az kiesett. Azért, mert nincs annyi idő már tavasszal, nincs annyi mérkőzés, ami alatt össze lehet rakni egy új csapatot, és Kaposváron is tulajdonképpen egy új csapat épül, 8 játékos érkezett, vagy most már 9 Tarmokinkkel együtt, akit az átigazolási hajrában jelentettek be. Szerintem kevés idő van ahhoz, hogy Sejmes Tibor össze tudja rakni egy új csapatot, amely ki tudja vívni a bemaradást. Persze látunk már csodákat, de mondom, az eddigi statisztikák azt mutatják, hogy nagyon nehéz a helyzet, és nem biztos, hogy sikerül. Pécsről mi hír? Hát igen, ez egy jó kérdés. Most legutoljára, vagy múlt héten Matyi Dezső azt ígérte a játékosoknak, hogy minden rendben lesz, de még mindig vannak elmaradások. Minden a tulajdonos úrtól függ, hogy képzeli el, és tényleg mekkora anyagi áldozatvállalásra hajlandó még. Az látszik a pécsi példán, hogy a magyar labdarúgás nagyon kiszolgáltatott a tulajdonosoknak. Persze ez nem csak Magyarországon van így, de itt nem ugrálnak azért annyira a tehetős befektetők, tehát nem úgy van, hogy az egyik beszáll és jön a másik. Ezért, hogyha Matyi Dezső valóban kiszáll, akkor hosszú távon kérdéses lehet a pécsi labdarúgás jövője. Befejezi az NB1-et a Pécs? Mert ez fel sem merül senki, hogy nem tudja befejezni. Tehát hát azért felmerült, voltak olyan nyilatkozatok, hogy még az is veszélybe kerülhet. Minden a tulajdonostól függ, aki eléggé kiszámíthatatlan. Decemberben úgy jelentette be azt a döntését, hogy ő kiszáll a futballból, hogy a közvetlen kollégáival sem egyeztetett, a sajtótájékoztatón tudták meg, egy Cseptiben összehívott sajtótájékoztató volt. Tehát ezért mondom, hogy teljesen kiszámíthatatlan a helyzet, de most úgy tűnik, és ha hinni lehet a Matyi Dezső ígéretének, akkor be tudják fejezni a szezont, sőt a következő idényben is NB1-es lehet a csapat. Lesz olyan csapat az NB1-ben, amelyik esetleg nem tudja befejezni, vagy az mindenhol azért úgy, ahogy biztos a anyagi háttér? Mert Kecskemétről is hallani furcsa híreket. Egy évvel ezelőtt ugye az Eger nagyon rossz helyzetben volt, és mégis be tudta fejezni a szezont, azért úgy gondolom, hogy mindegyik csapat be fogja fejezni. Aztán, hogy mi van a háttérben, és mekkora elmaradások vannak, az kérdés. Kecskemétről, Pápáról is lehetett hallani anyagi gondokat, de most úgy tűnik, hogy mindegyik csapat rajta kész. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Az Eger példa az azért veszélyes egyébként, mert tehát azóta már ugye a fogadási csalásokban eljáró hatóságok meggyanúsítottak olyan játékosokat, akik az Egerben futballoztak, tehát ezért veszélyes, hogyha van egy olyan csapat, amelyik kvázi fizetésképtelenné válik. Zárásként gyorsan ugorjunk vissza, akkor megvolt ugye az EB csoport selejtező. Tippelnél? Hol végzünk? Vagy veszélyes? Annyira kiegyensúlyozott a csoport, Felhő-szigeteket leszámítva, hogy végülis bárhol lehet végezni. Veszélyes tippelni, de mindenki tippel, mindenki eljátszik a gondolattal. Én azt mondom, hogy a harmadik helyet
kell megcéloznunk. De azzal nem lépünk előrébb, viszont akkor maradunk ott, ahol az Egervári nem voltok. A rosszul fogalmaztam, a második helyet kell megcélozni, de a realitásnak a legjobb csoport harmadikat érzem. Tehát azért kellene harcolni, hogy ha harmadikak leszünk, akkor legjobb csoport harmadikak legyünk, mert az egyenesági elbét kiutást ér. És szerintem erre azért van esély. De hát ott kellene meglepetés győzelmek is. Viszont... Nem feltétlenül. Most egy románok itthoni legyőzését nem érzem akkora meglepetésnek. Most a meglepetése egy aténi győzelemnek a görögök ellen, az nem feltétlenül kell a harmadik helyhez. De hát románok azért nem ártana megverni őket. Hát vagy legalábbis, itthon. hogyha itthon nem verjük meg, akkor idegenbe se kapjunk ki. Tehát 2x-el még azt mondom, hogy lehet esély, mert azért lesznek ebbe a csoportba meglepő eredmények. Úgy gondolom az északírek is, a finnek is azért fognak pontokat elvenni a magasabban rangsorolt csapatoktól. Lehet, hogy tőlünk is. Ezért veszélyes. És ezért szép. Hát így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm is. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség.